Orvos Anetta Csilla, a Jász-Nagykun Szolnok megyei Vöröskereszt szakmai ellátás és karcak területi szervezet vezetője a napokban vöröskeresztes szolgálatért főigazgatói dicséretben részesült. Orvos Anetta Csilla korábban a Kenderesi Területi Gondozási Központ intézmény vezetője volt. 2016. júliusától látja el a vöröskeresztes karcagi feladatait. 2016 nyarán tulajdonképpen, még talán hamarabb is egy picit, mert már az előző igazgató, tehát az előző megyei igazgató keresett meg még tavasszal, hogy megüresedett az itteni álláshely, és hogy szükségük lenne egy szociális szakemberre, aki a szociális ellátások tekintetében összefogja a megyében ezeket az ellátásokat. Tehát egy szakmai ellátás vezetőt kerestek, meg ugye a karcagi területre is embert. És én akkor még máshol dolgoztam, és tulajdonképpen el kellett tenni egy kis időnek, hogy itt be tudjam vállalni ezt a feladatot, de nagyon örültem a felkérésnek, és örömmel jöttem ide. Nagyon hálás vagyok az önkénteseknek. Nagyon nagy számú önkéntes bázis mozgat a szervezet, és ebben azt gondolom, hogy tényleg a mi területünk élen jár, és ez a hozzánk tartozó bármely települést tudnám mondani. Minden településen vannak önkénteseink, és mindenhol tényleg a járványhelyzet ideje alatt is keményen helytálltak, hiszen az adományozás az sokkal erőteljesebben megjelent most a szervezetnél, az adományok gyűjtése és szétosztása, és ebben bizony az önkéntesek nagyon nagy feladatot vállaltak magukra, nélkülük nem is tudnánk boldogulni. A Magyar Vöröskeresztbe 2007-ben lépett be és vált önkéntesi Peszeki Imréni kenderesi vöröskeresztes titkár biztatására, aki akkor már utódot keresett maga helyett. Így lett titkára, majd elnöke a kenderesi vöröskeresztes alapszervezetnek, mert közel állt hozzá a Vöröskereszt alapeszméi és tevékenységei. Önkéntesként kezdtem a Magyar Vöröskeresztnél, akkor a területi gondozási központnak voltam az intézmény vezetője, és tulajdonképpen a munkámmal teljesen összeegyeztethetőnek tartottam az önkénteskedést. Akkoriban Peszekiné volt az alapszervezetnek az elnöke, titkára, és ő szervezett be engem a vöröskeresztes tagság tagjai közé. Tulajdonképpen akkor ő már azt gondolom, hogy utódot is keresett maga után, hiszen ő már akkor nyugdíj előtt állt, és úgy gondolta, hogy a nyugdíjazás után is ezt a tevékenységet egy kicsit vissza szeretné szorítani, és én örömmel álltam a feladatok elé. Azt hiszem, hogy jól sikerült teljesíteni az önkénteskedés időszakát is, hiszen már az önkéntes időszak alatt is kétszer is kaptam kitüntetést az országos igazgatóságtól. Önkéntes munkájáért két alkalommal kapott már országos díjat. Jelenleg Karcagon, Berekfürdőben, Túrkevén, Kisújszálláson és Kenderesbánhalmán szervez víradásokat, ifjúsági versenyeket. Elsősegélynyújtás adomány gyűjt össze és osz szét a rászorulók között. Leginkább azt gondolom, hogy az emberek tényleg a víradás szervezéssel azonosítják be a Vöröskeresztet, holott rengeteg más tevékenységet is ellátunk. Többek között ugye hozzánk tartozik a közúti elsősegélyvizsgáztatás is, tehát ennek a megszervezése tulajdonképpen ugye tehát a területünkhöz tartozó településeken, és ez is elég nagy számot tevő. Ebben leginkább Sas Csilla kolléganőm szokott feladatokat ellátni, én meg helyettesítem, ha ő éppen nem ér rá. A véradás szervezői feladatokat azt közösen oldjuk meg Varga Erzsébet kolléganőmmel, de leginkább tehát a karcagváros vonatkozásában ezt ő szokta előkészíteni. Leginkább én a szervezési feladatokat, az egyeztetéseket, az, hogy mikor, hol legyen, hol tudják biztosítani a megfelelő helyszínt ehhez, tehát én általában ezekben szoktam besegíteni. Jó a kapcsolata az önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, az országos mentőszolgálattal és a katasztrófavédelmi kirendeltségekkel. A katasztrófavédelmi tevékenység is ugye az ellátási köreinkbe tartozik.
próbáltam, igyekeztem jó kapcsolatot kiépíteni az itteni katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Én azt gondolom, hogy ez sikerült is, még az előző vezetési időszak alatt, ahol ugye Kálmán látta el ezeket a feladatokat, de az új vezetővel is, tehát Molnár Lászlóval is nagyon jó a kapcsolat. Tényleg együtt tudunk működni, voltak közös rendezvényeink, volt, ahol mind a két szervezet együtt jelent meg, többek között voltak ilyen versenyek is, amit ugye együtt szerveztünk, ezek leginkább az ifjúsági katasztrófavédelmi és elsősegélynyújtó versenyek, ami szinte a megyében azt gondolom, hogy egyedülálló, hiszen nagyon nagy létszámmal, nagyon sok felől érkeznek a fiatalok ezekre a versenyekre, és talán köszönhető ez annak is egyébként, hogy ez a két szervezet összefogott, és így egymást is tudjuk, tehát egymásnak a feladatait is be tudjuk ugye csempészni mind a két, mert aki a miénken részt vesz, az részt vesz a másikon is, ez egyértelmű, és akkor ugye így a gyerekek sokkal több ismerettel találkoznak, sokkal több ismeretet tudnak elsajátítani. A területen dolgozó vöröskeresztes önkéntesekkel nap mint nap a rászorulókért dolgozik. Jól esett számára, hogy elismerték önkéntes munkáját.